Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, Barbara vagyok, a Narcisz Coach, és egy olyan témáról gondoltam a videót készíteni, ami szerintem nagyon sok embert érint, ez pedig a kényszeres étkezés, a falások, a bezabálások, vagy akár valakinél ez elérheti az evészavart is. Előre elmondom, hogy én nem vagyok orvos, nem vagyok pszichológus, nem vagyok pszichiáter, nem is tudom helyettesíteni ezeket a funkciókat, én csak azt tudom megosztani veletek, amit én a saját életem példájából megtanultam, és amit coachként tanulok, és megtehetem, hogy életvezetési tanácsokkal látlak el titeket. Tehát ilyen értelemben tudok segíteni és beszélni a falásokról, falásrohamokról, kényszeres étkezésről, zabálásokról. Vagy éppen ennek az ellenkezője is előfordulhat, amikor valaki nem eszik, akár bulimia, anorexia, vagy ehhez hasonló jelenségekhez, hashajtáshoz vezeti magát. Ezek a dolgok sokszor kéz a kézben járnak, és nem csak természetesen az ADHD vonatkozásában tudunk erről beszélni, hanem kérlek benneteket, hogyha valaki akár diagnosztizált borderline személyiségzavaros, akár magán vesz észre borderline tüneteket, ugye sok videón van nekem is erről itt a YouTube csatornámon, írjátok be a keresőbe, hogy borderline, és ki fog dobni egy csomót. Ott is sokszor elhangzik, hiszen az egyik ilyen impulzivitási terület a borderline személyeknél is az étkezéssel lehet kapcsolatos, a másik a vásárlás, aztán a szex, stb. Tehát itt már is odaérkeztünk egy átfedéshez. Nem érdekes, hogy mennyire nagyok az átfedések, az úgymond komorbiditások, vagy közös nevezők a különböző mentális problémák között. Tehát a borderline típusú, vagy borderline megküzdéssel rendelkező embereknél is nagyon gyakori az, amiről most beszélünk, de nem is tudtam én sem, és szerintem ti sem, hogy az ADHD-soknál mennyire gyakori a falásroham. Beszéljünk egy kicsit, mielőtt belevágunk, az ADHD-ba. Jó? Tehát, hogy mi is az az ADHD, milyen típusai vannak, pontosan mit jelent ez. Az ADHD rövidítés jelenleg ez van érvényben, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, bocsánat, az angol kiejtésem az katasztrofális, sose tanultam ezt iskolába, csak magam autodidakta módon hallgatok napi 4-6-8 órában tanórákat, tananyagokat angolul, és fordító segítségével dolgozom, tehát sokkal lassabban, mint hogyha ezt anyanyelvi szinten beszélném. A lényeg, hogy ez egy mozaik szó, aminek a rövidítése figyelem hiányos hiperaktivitási zavar. Ez egy neurológiai eredetű kórkép, egy idegrendszeri probléma, amelyet általában a szerencsésebbeknél gyerekkorban diagnosztizálnak, de kialakulhat egyébként felnőtt korban is. Van a 20 év és a 70 év közötti generációkra, főleg nőkre, nagyon jellemző, hogy ők az elveszett nemzedék, nem csak nők természetesen, akiknél nem volt diagnosztizálva ez a betegség, vagy ez a zavar, vagy ez az állapot. Én úgy gondolom, hogy ma már egyre többen, hála a propagandának, a felkészítő és elérhető anyagoknak, könyveknek, akár ingyenes videóknak, ebbe állok én is be a sorba, itt állok én is be a sorba, köszönhető, hogy egyre többen felfedezik gyerekeiknél a tüneteket, amit nagyon jó, mert higgyétek el, minél korábban kerül felfedezésre, annál többet tudok segíteni a gyerekeiteknek, úgyhogy így derül ki általában, hogyha a gyerek, ugye ADHD-s, hogy akkor valamelyik felmenőnél is ott van, hiszen majdnem 70% az aránya az örökölhetőségnek. Az ADHD főbb tünetei három csoportba sorolhatók, amit néznek a diagnosztizáláskor, az egyik a figyelemzavar, figyelemelterelődés, a másik a hiperaktivitás, és a harmadik terület az impulzivitás. A figyelemzavar tünetei közé tartozik a figyelem könnyű elterelődése, akár az állandó mozgás, dülöngélés, lábmozgás, kézmozgás, vagy például a helytelenül kezdeményezett és befejezett tevékenységek, a nem sikeres váltás az egyik tevékenységből a másikba. Hiperaktivitás tünetei között kicsit hasonlóan ott van a nyugtalanság, akár a folyamatos mozgásigény,
vagy program igény, ide tartozik szintén a nyugtalan láb és a kéz is. Tehát ez is ilyen hiperaktivitás tünet, de szerintem nagyon könnyen észreveszitek, ha valaki akár felnőttként is hiperaktív, mert arra azt mondják, hogy megy, mint a motolla, egyszerre 100 dolgot intéz el, annyi mindent megcsinál, mint más 2, 3, 4, 5 ember sokszor összesen. Az impulzivitás tünetei között pedig ott vannak a sokszor meggondolatlanul, helytelenül kimondott mondatok, vagy elvégzett cselekedetek, akár egy balesetveszélyes viselkedés, a hirtelen sürgős döntések, kérések, reakciók, impulzív vásárlások, ide tartozik majd az evés probléma is. Tehát általában az ADHD diagnózisát pszichiáterek vagy klinikai szakpszichológusok állítják fel, hazánkban is vannak erre szakosodott állami és magánintézmények is. A tünetek alapján átfogó vizsgálatokat végeznek, teszteket, interjúkat a pácienssel és a családtagokkal, és az nagyon fontos, hogy az ADHD-t szakszerűen diagnosztizálják és kezeljék, mivel a megfelelő terápia és akár a gyógyszeres kezelés is segíthet a tünetek enyhítésében és az érintett személy életminőségének a javításában. Azonban nekem van két képzésem is az ADHD-soknak, és az egyikben az ADHD egyben az ADHD pároknak, családtagoknak, főleg a másokkal való együttélés nehézségeiről, dinamikáiról szól az a képzés. 6 esettanulmányon keresztül vizsgáljuk meg, hogy lehet megmenteni a kapcsolatot, mire kell odafigyelni, mind a két félnek benne kell lenni, ezért nálam mindig, ha ketten jöttök, az egyik fél ingyen kapja a képzési résztvételt, mert akkor van nagyobb eredmény, hogyha mind a ketten ott vagytok. És ez általában erről szól, és ott tartunk egy olyan részt is, vagy oktatok egy olyan részt is, ahol az öndiagnózist tanítom, és azt, hogy hogyan lehet demisztifikálni, tehát leleplezni, hogy ne misztifikáljuk túl ezt a diagnózist. Természetesen a gyerekek esetében fontos, hogy legyen diagnózis, hiszen ők egy csomó könnyítést kaphatnak az iskolai tanulmányukhoz, stb., és tényleg fontos, hogy megtanulják időben, készségeiket fejleszteni, hogy majd boldogak lehessenek felnőttként. A felnőtt életedben elég lehet akár egy-egy ilyen coaching program elvégzése, de ha szeretnél, nyugodtan elmehetsz diagnosztizáltatni is magadat. És akkor most térjünk vissza egy kicsit az evészavarra, nem is mondanám evészavarnak, inkább a falásrohamra, vagy a túlevésre. Mert hogy a falás, az a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarnak, vagyis az ADHD-nak az egyik leggyakoribb tünete. Hát erről nekem eddig fogalmam nem volt. És ugye ez a leggyakoribb idegrendszeri fejlődési rendellenesség a világon, tehát ha ebből következtetünk, akkor rengeteg ember küzdhet ezzel a mértéktelen evéssel. Az emberek, a felnőttek olyan 5%-a körülbelül lehet, hogy ma ADHD, és szerintem a 3% nagyon alábecsült, a gyerekeknek is a 7-8, talán már 10%-át is eléri, és egyre több és több gyereknél veszik észre ezt a rendellenességet, amiben nyilván ez a nagyon nem túl egészséges életmódunk, táplálkozásunk, mentális betegségeink, zavaraink, problémáink, traumáink is közrejátszanak. Szóval az ADHD-t a figyelmetlenség, impulzivitás és hiperaktivitás alapvető tünetei jellemzik, ez lehet, hogy valakinél csak az egyik aktív, a másiknál a másik aktív, és az is lehet, hogy mindenkinél kombinál, tehát mindenki, van, akinél kombinálódik a 2 vagy 3, és mindegyik ilyen tünet ott van, de az ADHD-val diagnosztizált emberek legalább 20%-a falás tüneteit is tapasztalja. Nem mondtam azt, hogy ez evés zavar, mert ez nem nevezhető annak, erről is mindjárt beszélek, ez egyelőre csak a falás, az impulzív evést jelenti. Tehát a mértéktelen evés és az ADHD közötti kapcsolat mindkét irányban működik. Van ilyen, hogy falási zavar, binge eating disorder, BED-nek rövidítik, BED, úgy rövidítik angolul, ha valaki utána akar nézni, az a leggyakoribb evészavar, amelyet olyan falási epizódok jellemeznek,
ahol az abnormálisan túlzott mennyiségű ételt fogyasztja el valaki, evés közben hiányzik a kontroll, és utána általában önmaga iránt mélységes bűntudatot vagy szégyent éreznek azok az emberek, akik ezt csinálják. És ilyenkor mindig eszembe jut egy régi munkatársunk, Dóri, aki most így utólag mindig elgondolkozom a régi kollégáimon, hogy kiné milyen mentális problémák lehettek jelen, nyilván sokaknál nagyon karakteres, most már meg tudnám állapítani, hogy ki a borderline, narcisztikus, depressziós, bipoláris, ADHD-s, autista, stb., akikkel együtt dolgoztam. Sokkal könnyebb így látni az embereket, nem a címkéket ráhúzva, hanem inkább úgy szoktam, hogy egy sorvezetőként nézem ezt, mert nyilván az ember tudja, hogy milyenek a kollégái, és vezetőként dolgozik, és ha szeretne rájuk is odafigyelni, akkor sokkal jobban meg tudja érteni a kollégákat, hogy mit, miért, hogyan döntenek, miért tudnak csinálni dolgokat, miért nem. Akkoriban, amikor ebben a vezetői szerepben voltam, több mint 10 évvel ezelőtt nem volt meg ez a tudásom, ma nyilván ezeket tudnám profitálni, vagy ezekből tudnék profitálni. És ott volt nekünk Dóri, aki egy túlsúlyos fiatal lány volt, egyébként nagyon intelligens, nyilván tele traumával, és ő nagyon-nagyon sokszor ott a szemünk láttára is ilyen falást mutatott be, és akkor azt mondta, hogy ez a hormonok miatt van, pajzsmirigy, meg gyógyszer, meg majd a gyógyszerektől le fog fogyni, természetesen tudjuk, hogy ezek nem így működnek. A lényeg, hogy mikor megvette a 2 hatalmas nagy adag bolognai vagy milánói spagettit, egy ilyen kifőzdéből hozták házhoz, akkor a kollégák néztek, hogy Atya, Úr, Isten, hát ebből egy adagot is 3-szorra tudnak megenni, ő pedig rögtön 2 rendelt ebből, és akkor így kérdezték tőle egy kicsit óvatosabban, hogy te mit fog csinálni ezzel a rengeteg kajával, akkor azt mondta, hogy azért vettem, mert így olcsóbb volt, és majd hazaviszem. No, őnála biztos, hogy ott volt ez a falási zavar. És egy tanulmány kimutatta, hogy ebben a falási zavarban a bedben szenvedő betegek 30%-a megkaphatná az ADHD diagnózisát. Ez nagyon nagy szám, minden harmadik, és az ADHD-val diagnosztizált felnőtteknek pedig körülbelül 8-10%-ánál falási zavar, étkezési zavar is diagnosztizálható. És amiről pedig most beszélünk, az, hogy van-e nem falási étkezési zavar, hanem csak mértéktelen evés, az pedig ennél több, tehát azt mondtuk, hogy 20%-ot érint. Nyilvánvaló, hogy a falás és az ADHD közötti kapocs erős, erősen komorbid és összefonódik ez a 2 mentális probléma, ami rávilágít annak a fontosságára, hogy megértsük, hogy hogyan függ össze a falás és az ADHD, vagy a falás és a borderline például működés, mivel erősen komorbid zavarokról van szó, és ha ilyen van, akkor sokkal bonyolultabb gondozási és kezelési módszereket igényel a beteg tüneteinek az összetettebb természete miatt. De ugye nagyon fontos, hogy amikor te elmész pszichológushoz vagy pszichiáterhez, akkor korlátozott idő áll a rendelkezésedre, és fontos, hogy minél több hasznos információt tudjál átadni, hogy megtalálják neked a legmegfelelőbb segítséget, ezért jó, hogyha képbe vagy azzal, hogy mondjuk milyen ADHD-s tüneteid vannak, és ezeket el tudod mondani. Tehát a mértéktelen evéssel folytatjuk, mert ez a falási zavar, még egyszer binge eating disorder, BED, BED, ez egy káros pszichiátriai rendellenesség, amely visszatérő, és ez a fontos, hogy nem egyszer fordult elő, vagy most nehogy azt higgye valaki, hogy azért, mert éppen menstruációja jön, és előtte 2 nappal kívánja azt a csokit is, amit egyébként nem szokott megenni, hogy ettől már ő evészavaros, jó? Tehát ettől mindenkit óvaintek, nyilván ilyenkor tudjuk, hogy a hormonok dolgoznak a háttérben, a hormonok pedig mindig erősebbek, mint mi, ezt is tudjuk, szeretnünk kell a hormonjainkat tisztelni, és nyilván az ADHD-nál is van olyan hormon, például a dopamin vagy a szerotonin, ami nagyban szerepet játszhat ebben a rendellenességben. Szóval visszatérő falási periódusokkal jár, amelyek transzszerű evési epizódok, és abnormálisan túlzott, gondolj Dóri,
spagettire, túlzott mennyiségű étel elfogyasztása jellemez. Nyilván ez egy tök egyedi megítélés, hogy kinél mi a túlzó, meg kinek mi a sok, de amikor azt látjuk, hogy valaki 4 hamburgert, meg, vagy a McDonald's-ba megvásárol 3 menüt magának, vagy ami azért körülbelül tudjuk, hogyha elmegyünk egy kifőzdébe, akkor mi tartozik egy egyszeri menüben, egy normál étkezésre, mi az, ami mennyiséget kiszolgálnak nekünk egy levessel, egy főétellel, meg esetleg savanyúsággal, vagy desszerttel. És amikor azt látjuk, hogy valaki már harmadszor is eszik abból a pörköltből, vagy hát a tipikus, amikor nyitogatja a hűtőt, mit keresel, drágám? Hát nem tudom, aztán megy a Spice-ba, vagy a nem tudom milyen dobozok, polcok közé, ahol el vannak dugva az ilyen-olyan csemegék, és akkor tudjátok, egyszerre az ember édeset kíván, az édes után savanyút, a savanyú után sósat, és már nem is fér belé, de csak fal. És nem beszélve arról, hogy ilyenkor mennyi cukros löttyöt is be tudunk vinni, vagy alkoholt, vagy valami mást. A mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve a DSM amerikai, ugye, és ezt veszik át a világban nagyon sok helyen. A DSM 5. kiadása, ami 2013-tól van érvényben, az ott leírt étkezési zavarok, ugye mentális betegségek, mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvéről, lexikonjáról van szó, és ott az étkezési zavarok közül ez a binge eating, ez a falás zavar a leggyakrabban diagnosztizált, amely a lakosság körülbelül 3-5%-át érinti, az átlag lakosságét, akiknek nincs is diagnosztizálva semmilyen problémája. A túlevés időnként normálisnak tekinthető, mondtam itt, hogy van olyan, hogy az embernek éppen megjön, és akkor előtte a hormonjai miatt nagyon magas a ilyenkor fölmehet az inzulin, aztán a grelin, meg a leptin, az éhséghormonok, van, hogy kicsit kikapcsolnak, és nem jelzik azt, hogy mikor vagyunk tele. Lehet ilyen, hogy valaki erősebb mozgás után, vagy természetesen az se teljesen normális, de a jó-jó diéta, hogyha sokáig fogyókúráztál, és utána jön egy kompenzáló folyamat, akkor is előfordulhat. Szóval ilyenkor túlzó és ismétlődő gyakorisággal jár ez a helyzet, olyan egyéb jellemzőkkel együtt, mint a mélységes bűntudat, vagy a szégyenérzet, valamint az evés közbeni viselkedés feletti kontroll hiányának az érzése. Ugye ez a mélységes bűntudat és szégyenérzet gyakran vezet önbüntetéshez, például, ha egy borderline szeméről van szó, vagy borderline megküzdéssel rendelkező személynél, aki utána lehet, hogy napokig koplal, vagy valamilyen más formában bünteti magát. Ezért például a böjt nagyon egészséges, én is tanítom a carnivore, keto étrendet, aminek ugye a mentális betegségekben is nagyon nagy szerepe van, ebben is már vállalok coachingokat, de ott nagyon kell vigyázni arra, hogy ugye ott is szerepel a böjt. Van az időszakos böjtölés, amikor ilyen evésablak van, hogy 8 órát eszel, minimum 16 órát, ott kezdődik a böjt, kihalsz, és akkor ez lehet 20 óra, 23, 24, és egészen 36, 72 óra, vagy egy hetes, 5 napos böjtöt is csinálnak emberek, sokféle böjt van a csak vízböjt, van a zsíralapú böjt, szóval sokféle ilyen böjt van. Az a lényeg, hogy ezt a böjtöt soha ne csináld bűntudatból, ne azért, mert előző este bezaváltál, vagy volt egy ilyen kontrollálatlan falásrohamod, mert akkor ehhez a szép gesztushoz, amikor a szervezetet méregtelenedik és gyógyul, akkor egy ilyen negatív érzés társul, egy önbüntető mechanizmus. A bedben szenvedő betegeknél egyébként nagyon magas szinten van a szorongás pont emiatt, amit az előbb említettem, és más étkezési zavarokkal ellentétben ez a falási zavar általában nem jár mindig kompenzációs viselkedéssel, például mind a kényszeres tisztálkodás, vagy a túlzott testmozgás, de bizonyos altípusaiban lehet, illetve hogyha valakinek mondjuk van egy anorexiája, ilyen típusú evészavara, akkor ott bizony követheti az ilyen helyzet, vagy egy bulimia után
követheti egy túlzott testmozgás, vagy hánytatás, vagy egyéb dolog is. Akinek simán ilyen falás zavara van, ott nem feltétlenül találkozunk ezekkel a kompenzációs viselkedésekkel, kényszeres viselkedésekkel. Az is fontos információ, hogy általában ez a falási zavar, mondjuk így, magyarul, ez nem mindig marad statikus, vagy egy élethosszig tartó állapot, valamilyen élethelyzet aktiválhatja, előfordulhat az is, hogy egy másik típusú étkezési zavarba csap át, itt beszéltem az előbb bulimiáról, anorexiáról, vagy ortorexiáról, ami az a nagyon-nagyon-nagyon merev, 1 millió százalékosan egészséges étrendre való fókuszálás, ez a túlzott veganizmus, ezek mind-mind szintén káros dolgok, aztán visszaválthat ez az egész falássá ebből. Nézzük meg, hogy mik ennek a falási zavarnak, amiről beszéltem az előbb, a gyakori tünetei. Hát az, hogyha valaki nagyon sokat foglalkozik a testsúlyával, az alakjával, vagy az arcával, extrém sokat vizsgálja, minden nap méri a súlyát, tehát sok időt foglalkozik ezzel. A másik, ha fél attól, hogy nyilvános helyen egyen mások mellett például. Az is gyakori tünet, hogy a kontrollt nem érzi, nem nincs meg az éhséghormon jelző rendszere, és ez nem a ti hibátok, ha ilyenben szenvedtek, nekem sem volt, ezt most próbáljuk visszaállítani egész jó sikerrel, hogy nincs meg a természetes éhséghormon, hogy mikor jelzi nekünk, hogy jól laktunk, és ilyenkor az ember nem tudja a kontrollt megtartani. A következő tünet az undor, a szégyen, vagy a bűntudat érzés önmagunk iránt, amiből következhet egy újabb tünet, a szociális visszahúzódás, jellemző ezekre az emberekre az időnként előforduló, akár egész életüket elkísérő, visszatérő fogyókúra, tehát a gyakori fogyókúra, akár koncentrációs nehézségekről is beszámolhatnak, emésztőrendszeri problémákról ebből kifolyólag, és súly ingadozásról, ezek a leggyakoribb tünetek. Az ADHD-ról tudjuk, hogy a leggyakoribb gyermekkori fejlődési rendellenesség, ahogy mondtam, a gyerekek 5%-át minimum érinti óvatos becsléssel, és már a 6 évesnél fiatalabb gyermekeknél is diagnosztizálható, és általában, ahogy mondtam, ez gyerekkorban kezdődik, de hosszú távú állapottá is válhat, amely serdülő és felnőtt korban is fennáll, igaz, hogy a tünetek ott változhatnak. Az ADHD-s embereknek általában nehézségeik vannak, ahogy ennek a videónak az elején mondtam, a feladatra való koncentrálással, az impulzív és hiperaktív viselkedés gátlásával, ezt is tanuljuk például, ezt a viselkedés gátlást, az érzelmek szabályozását, a memória problémát, a munkamemóriát, az időgazdálkodást, azon a képzéseken, amit nyújtok, abban még most is be lehet csatlakozni, még 2 hétig ez az ADHD 2, vagyis az ADHD végrehajtó funkció zavara, ahol a gátlás az egy nagyon fontos tényező, hogy ott hogy működik a zavar, és mit lehet tenni, hogy segítsünk ezen a helyzeten. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a nehézségek, zavarok a mindennapi életben negatívan befolyásolják az emberi kapcsolatokat, és a párkapcsolatokat, családi kapcsolatokat, tehát minden emberi kapcsolatot a körülöttek lévő emberekkel, és sokan azt feltételezik, hogy ez az emberek hibája, vagy az érintett hibája. A 3 típust már elmondtam, gyorsan ismételjük át, a figyelmetlen, nehezen figyel, ő nem hiperaktív vagy impulzív, nála a tünetek, hogy képtelen összpontosítani vagy fenntartani a figyelmét, könnyen elvonják a figyelmét a nem kapcsolódó egyéb ingerek, nehézségei vannak, főleg az unalmas feladatok szervezésében, végrehajtásában, kerüli is ezeket az unalmas feladatokat, amik folyamatos odafigyelést igényelnek, szervezetlen, rendetlen, elveszít gyakran dolgokat, álmodozik, feledékeny és általában rossz időgazdálkodás jellemző rá, késés, halogatás, stb. A hiperaktív impulzív típus, ő hiperaktív és impulzív viselkedéseket mutat, de nem küzd a figyelmet
képtelenséggel. Nála a tünetei, hogy képtelenség egy, képtelen egy helyben ülni, vagy megállni, gyakran mocorognak, vergődnek az üléseken, túlzottan vagy hangosan beszélnek, vagy sokat beszélnek, félbeszakítanak másokat, nem tartják a határokat a másiknál, és időnként türelmetlenek. És van a kombinált típus, a harmadik, ahol az ADHD tünetek figyelmetlen és hiperaktív impulzív megjelenésének a kombinációját láthatjuk. Van egy másik felosztás, amit megtalálsz itt a YouTube csatornámon, ahol az ADHD 7 típusáról beszélek, az egy másfajta kategorizálás. Nézzük meg, mik azok a pontok, ahol ez a mértéktelen evés-falás összekapcsolódik az ADHD-val. Az egyik ilyen, ahol az ADHD és a mértéktelen evés erősen komorbid, az 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 állítás, amiről szintén beszéltem ma, hogy nagyon gyakori, hogy az ADHD-s emberek falási viselkedést tapasztalnak, túlevés vagy falóevés, falás, zabálás, és hogy ennek a csoportnak 20-30%-ánál ez simán előfordulhat. Hasonlóságok és különbségek, de főleg a hasonlóságok, ugye az ADHD és a BET között néhányat már említettem, de mivel van egy nagy átfedés, egy közös halmaz a kettő között, tudjuk, hogy az ADHD tünetei és a korai gyermekkori étkezési magatartás közötti összefüggések ott vannak, mert számos vizsgálat tanulmányozta már ezt, hogy az ADHD tünetei, ilyenek, mint a figyelmetlenség, hiperaktivitás, pozitívan kapcsolódnak a falásos viselkedésekhez, és például nagyon gyakran náluk érzelmi túllevéshez, az ételre való reagáláshoz vezet. Tehát azt jelenti, hogy azoknál az ADHD-s személyeknél, akiknél fokozott a figyelmetlenség és a hiperaktivitás, nagyobb valószínűséggel találunk a múltban vagy a jelen életükben is falásos hajlamokat. Az impulzivitás, ugye az ADHD másik alapvető tünete, szintén összefüggésbe hozható a kontrollvesztés érzésével, amit gyakran megtapasztalnak a falási zavarban szenvedők, és hát érthető módon, úgy gondolom, hogy ez érthető módon, hogy a falási zavarban szenvedők magas pontszámokat érnek el az impulzivitási teszteken. Az impulzivitás és a falás között fennálló kapcsolatról pedig azt feltételezik, hogy ez a bizonyos válaszgátlás, amiről az előbb beszéltem, és amiről tanulunk az ADHD végrehajtó funkciók zavara tanfolyamon, az azért ott van, mellette az impulzuskontroll és a zavara és a végrehajtó tervezés hiányosságai együtt, ez a három, tehát a válaszgátás, az impulzuskontroll hiány és a végrehajtó tervezés hiányosságai vezetnek oda, amik együtt járnak a végrehajtó működés kognitív hiányosságaival, és ezek mind-mind jelentős károsodások az ADHD esetében. És annyit kell még tudni, hogy ennek az egésznek nagyon erős neurobiológiai alapja van, tehát nem akaraterő probléma. Ami azt jelenti, hogy általában az agy szerkezetének és működésének a hiányosságaira vezethetők vissza. Az agy azon részeinek a neurokognitív károsodásaira, amik felelősek a végrehajtó működésért, különösen az impulzus kontrollért, a válaszgátlásért és a figyelem szabályozásáért. És ezek a neuroképalkotó kutatások kimutatták, hogy átfedés van a szerkezeti és funkcionális rendellenességek között az ADHD és a falászavarban, és mind neurokognitív károsodások vannak a háttérben, ami közé tartozik, hogy ne csak káromkodjunk ilyen csúnya szavakkal, hogy magyarul is értsük, az agy jutalomfeldolgozó rendszerének a hiányosságai. Különösen mondtam, hogy el fogunk ide jutni, a dopamin nevű hormon vegyi anyag elégtelen felszabadulása miatt, tehát náluk kevés általában a dopamin. A dopamin egy neurotranszmitter, amely az agy jutalmazó rendszeréért felelős, és akkor szabadul fel, ha az embernek kellemes élményei vannak, és akkor már is választ kapsz egy csomó kérdésre, hogy miért nem akarja kipakolni egy ADHD és a mosogatógépet, vagy leülni, megtanulni valami unalmas tananyagot, elvégezni a házi munkát, mert ez nem jár kellemes élményekkel. A dopamin felszabadulás hiánya pedig természetellenes neurológiai utakhoz vezethet,
amik olyanokhoz, amik mondjuk ehelyett azonnali örömöt szerezhetnek. Ugye nincsen dopamin alacsony, nincsenek kellemes élmények, ezért keres valamit az illető, ami azonnali, impulzív örömet szerezhet, és hajlamossá válhat emiatt olyan impulzív viselkedésekre is. Nagyon oda kell figyelni, főleg gyerekeknél, hogy ne legyen szerhasználat, drogabúzós, alkohol, dohányzás, szerencsejáték, de ide tartozik a falás is. Az ADHD-ban és a falászavarban a megfigyelhető hiányosságok mögött ugye hasonló neurobiológiai utak találhatók, ezért a kezelési módszerek, amit a szakemberek használnak, nagyon hasonlóak. Tehát általában gyógyszeres kezeléseket javasolnak, gyógyszeres stimulánsokat, és mellette kiegészítő pszichológiai kezeléseket, mint például a kognitív viselkedés terápia. Az ADHD esetében a gyógyszeres kezelés a leghatékonyabb kezelési módszer. Hát azt nem mondom, épp tegnap beszéltem egy nagyon kedves pszichiáter hölgyel a párom gyógyszeres kezelése kapcsán, akinél most már megvan a diagnózis az ADHD-ra is, és hát ugye elég szomorúan konstatáltuk, hogy az eddig jelenlévő, a piacon jelenlévő Bitinex nevű gyógyszer, amit mi is elkezdtünk szedni, az most jelen pillanatban kivonásra került, és nem kapható, és gyakorlatilag mindenkit állítanak át a Ritalinra, mert most ez az egyetlen megoldás itt hazánkban jelen pillanatban, és nem tudni, mikor lesz elérhető más típusú hatékony gyógyszer, ahhoz képest nálunk nyugatabbra, vagy hogy mondjam, fejlettebb országok, és nem akarok semmi pejoratív lenni, de ott akár 8-10-12 féle hatékony ADHD-s gyógyszer is rendelkezésre áll, aminek különböző kombinációját tudják az orvosok a betegeken kipróbálni. Tehát általában a gyógyszeres kezelés a leghatékonyabb módja az ADHD-nak, és sokszor az a gyógyszer, amit ADHD-ra kaphat valaki, vagy kaphatna valaki, az ebben is, a falásban is segítséget nyújthat. Tehát összefoglalva, végkövetkeztetésként elmondható, hogy az ADHD és a mértéktelen evés falás szorosan összefüggenek egymással, különböző szempontok szerint például a tüneteiket, a kezelését és a neurobiológiai hátterét ismerve vagy figyelembe véve, és azért, ha ezt felismeri valaki az összefonódást, akkor lehetővé válik mindkét rendellenesség hatékony beazonosítása és szűrése, támogatása is. Én coaching programokat tudok ehhez nyújtani, ahogy említettem, jelen pillanatban 2 ilyen képzésem zajlik, az egyik most van, mindig hétvégente vannak, 45 percesek ezek a foglalkozások, és mindig el lehet kérni a hangfelvételt, ha valaki nem tud ott lenni, és ezek hosszúak, 5 hónaposak, 18 hetesek, ezért egy kicsit húzósabb az áruk is, amerikai licenszdíjas programokról van szó. És az egyik az főleg a párkapcsolati nehézségekre, az ADHD és hullámvasútjára, egyszer fönt, egyszer lent, ami nagyon könnyen vezet szakításokhoz, boldogtalan párkapcsolatokhoz, mérgező kapcsolatokhoz, addig, amíg az ADHD is fél, és a másik fél nem ismeri őt, ő nem ismeri önmagát, szóval nekik tud sokat segíteni, hogy hogyan egyenesítsék ki ezt a hullámvasutat, és legyen egy kiegyensúlyozott kapcsolatuk. A másik pedig a végrehajtó funkciókról szól, arról is készítettem több videót. Ezek is olyan öntámogató coaching folyamatok, amik nagyobb esélyt adnak a gyógyulásra, de ahogy mondtam, gyógyszerfelírás, vagy pszichoterápia, vagy viselkedés terápia eléréséhez szakemberre van szükséged, oda tudsz fordulni. És záró gondolatként még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy nem csak az ADHD-soknak lehetnek falásrohamai, tehát ha valaki most azt veszi észre, vagy beazonosítja magára, hogy neki rendszeresen szoktak falásrohamai lenni, ne gondolja azt, hogy rögtön ADHD-s, de nyugodtan hallgassa meg az ADHD-s videókat, az ADHD 7 típusáról szóló videómat, kapcsolati rendszerről szóló videókat, párkapcsolatokról szóló videókat, és hát, ha be tudja magán azonosítani ezeket a jeleket, és akkor egy boldogabb életet tud majd élni, mert én úgy gondolom, hogy
a tudás hatalom, és tényleg a legelső, legfontosabb lépés az, hogy beazonosítsuk, hogy hol van a probléma, és akkor tudjuk rá megtalálni a megfelelő megoldást. Köszönöm a mai figyelmeteket, képzésekre vagy coachingra, konzultációra hozzám, a videó alatt is megtalálható iroda.lifechanger@gmail.com-on tudtok jelentkezni. Köszönöm, hogyha lájkoljátok a videót, sokat jelent, mert akkor a YouTube fel fogja dobni más emberek számára is, és azt is megköszönöm, ha akár Facebook csoportokba, akár más platformokon, Instagramon, bárhol megosztjátok ezeket a tartalmakat azokkal, akiknek szüksége lehet rájuk, hogy ezeket az ingyenes videó tartalmakat elérjék, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ha pedig a kis harangikont is megnyomjátok, akkor mindig értesítést kaptok majd minden egyes új videóról. Köszönöm a mai figyelmet!